Jelenleg a magyar mezőgazdaság fejlődik a leggyorsabban az Európai Unióban, mondta Velkei József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége közös sajtótájékoztatóján. A NAK fővárosi és Pest megyei elnöke úgy fogalmazott, mindenképpen pozitívum, hogy továbbra is lehet közös agrárpolitikáról beszélni, de nem elégedettek, hiszen a jelenlegi állás szerint az Európai Bizottság 2020 után számottevően szeretné csökkenteni a KAP költségvetését. Ezentúl az Európai Unió a környezeti fenntarthatóság javításában, illetve a klímaváltozás hatásainak mérséklésében is egyre nagyobb szerepet szán a gazdálkodóknak, egyre komolyabb elvárásokat támaszt irányukban. A közös agrárpolitika csökkentésére vonatkozó tervekkel egyidejűleg felmerült annak a lehetősége, hogy Brüsszel az agráriumtól elvont összegeket a migránsok letelepedésének elősegítése érdekében kívánja felhasználni. A forrás elvonás veszélyezteti a gazdák versenyképességét, a szektorban dolgozó munkavállalók megélhetését, de az intézkedés következményei valamennyi állampolgára is hatással lennének, mondta Velkei József. A sajtótájékoztatón részt vett a MAGOSZ elnöke is. Jakab István úgy fogalmazott, nem hajlandók arra áldozni, hogy mások migrációval kapcsolatos törekvéseit segítsék, és közben önmaguk lehetőségeit szűkítsék be. Az Európába az ellenünkre, a tiltakozásunk ellenére úgy akarnak betelepíteni emberek tömegét, ami gyakorlatilag veszélyezteti a kultúránkat, az identitásunkat, de veszélyezteti a biztonságunkat is. Gondolok itt arra, hogy kontrollálatlanul átjárva a határokat, nem tudjuk, hogy milyen betegségeket, állatbetegségeket hurcolnak be. És a terrorizmusnak sajnos már van egy új formája is, ami bioterrorizmusként jelenik meg. Tehát nagyon észnék kell lenni, oda kell figyelnünk arra, hogy a forrásokat ne tudják elvonni. Ennek érdekében a két szervezet aláírásgyűjtést szervez. A petíciót a sajtótájékoztatón is aláírhatták a gazdák, de aki szeretné még aláírni, május 3-áig megteheti online felületen, illetve a falugazdászoknál és a NAK megyei igazgatóságánál található íveken.